hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket az Abátszalóki Tisza Virág Tanúszoda ünnepies átadásán. Ünnepségünk kezdetén engedjék meg, hogy ez alkalomból köszöntsem dr. Szabó Tündét, az Emberi Erőforrás Minisztérium sportért felelős államtitkárasszonyát, F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselő urat, kiemelt szeretettel köszöntjük körünkben Kovács Norbertet, a Nemzeti Sportközpont főigazgatóját, Halász Saroltát, a Nemzeti Sportközpont főigazgató helyettesét, a BMSK ZRT megjelent képviselőit, Darnyi Tamás, négyszeres olimpiai bajnok, négyszeres világbajnok úszónkat, Dala Tamást, válogatott vízilabdázót, ötszörös magyar bajnok, négyszeres magyar kupagyőztes, a Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központ vezetőjét. Megtisztelő számunkra, hogy hazánk ilyen kimagasló eredményt elért sportolói jelen vannak körünkben. Külön köszöntöm dr. Berkó Attila kormánymegbízott urat. Köszöntöm a járási hivatal vezetőit, Sági István tankerületi igazgató urat, dr. Szabó István jegyző urat, a képviselőtestület tagjait, Ladányi Andrást, a tanúszoda vezetőjét, a járásba tartozó települések polgármestereit, a sajtó képviselőit, és természetesen minden megjelent vendégünket. A kormány 2014-ben döntött a köznevelési infrastruktúra fejlesztési programja kapcsán arról, hogy tanúszodát épít a járásokban. A tanúszoda létrejöttéhez a városunk önkormányzata is hozzájárult, így most külön öröm, hogy az együttes munka végeredményét felavatjuk. A helyi Kovács Mihály általános iskola énekara egy kis műsorra készült az avatóra. Nagy a világ, az ég ígér,
Most pedig felkérem Balogh Gyula polgármestert az avató beszéd megtartására. Tisztelt államtitkárasszony, képviselő úr, lelkész úr, tisztelt intézményvezetők, polgármesterek, hölgyeim és uraim, kedves gyerekek! Külön szerencsés, hogy városunkban tartózkodik a lengyel testvértelepülésünk, Zsepjennik-Strizevskiből egy delegáció, akik együtt örülnek velünk legújabb sikerünknek. Ezúton is köszöntöm őket is. Miért élnénk, hangzott el az előbb, ha nem egy álomért? Hát a Vátszolók is készült erre az álomra már nagyon régen. Nagyon vártuk már ezt a pillanatot. Mind a felnőttek, mind a gyerekek, mind pedig a hozzánk látogató turisták számtalan alkalommal kérdeztek engem, mikor kezdi meg működését a tanuszoda. Nagy várakozás övezte az elkészültét, és ez azt az örömteli képet vetíti elénk, hogy innentől kezdve teljes kapacitással, jó kihasználtsággal fog működni hosszú távon. Én, mint testnevelő tanár, és mint aki 23 évig oktatott úszást helyben, az Abátszalóki iskolában kollégáimmal, én különösen boldog vagyok, hogy méltó körülmények között tanulhatnak meg gyermekeink úszni. Vallom, hogy az általános műveltség részének kell lenni az úszni tudásnak úgy, mint a kerékpározásnak, vagy akár az idegen nyelv tudásának. Én emlékszem arra, mikor a 80-as években egy-egy évfolyam busszal Kunhegyesre utazott a városi termálfürdőbe úszás oktatás vége. Majd később a 90-es évek közepén, mikor a pályámat én is kezdtem, még mindig hasonlóan, már tanárként, járatos busszal vittük a negyedik osztályosokat a Kunhegyesi fürdőbe. Némi előrelépést az oktatásban az jelentette, mikor 2000-ben a mellettünk lévő melegített vízű fürdő megnyitott, és megszerveztük, hogy kora ősszel vagy késő tavasszal a nyitott fürdőben sajátítsák el tanulóink a vízbiztos úszni tudást. Annak előnye az volt, hogy 8 évfolyamon át, 8-9 éven keresztül mindenki hozzájuthatott az úszás oktatáshoz. A hátránya pedig az volt, hogy nem volt elég mély a vize, minden gyermeknek leért a lába, így aztán nem tudtuk megtanítani nekik, hogy milyen a mély vízben való mozgás. Viszont olyan tanulókat sikerült képeznünk, akik a környékbeli úszás diákolimpiákon, sokszor Tiszafüreden is tartottunk versenyeket, érmes helyeket tudtak szerezni. Ezekre az eredményeinkre nagyon büszkék voltunk. Ebben a térségben az úszásoktatás igen nehéz feladatot jelentett. Egymástól távol esnek a települések, és ha még rendelkeznek is termálfürdővel, nehéz volt az utaztatás, megszervezése, a tanfolyamok, az órák lebonyolítása, és sehol sem volt alkalmas hely ahhoz, hogy rossz időjárás esetén is oktathassunk. Nekünk így ezért ez itt egy történelmi pillanat. Most jött el a kifogástalan lehetősége annak, hogy a lehető legtöbben megtanuljanak úszni. Főleg fontos ez itt, a Tiszató mellett. Ez az úszoda az első, mely egész évben rendelkezésre fog állni a térség településeinek, iskoláinak, lakóinak, a nyaraló vendégeknek. Hiszen olyan sport, olyan mozgás rendszeres végzéséhez jutottunk így hozzá, melyben az életkor sem számít. Élethosszig űzhető, nem terheli a szervezetet, sőt meghosszabbítja az életet. Ezért is nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ez a járási tanuszoda itt, nálunk valósult meg. Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik ezt támogatták, megvalósították. Köszönöm a magyar kormánynak, a Nemzeti Sportközpont munkatársainak, a kivitelezőnek, hogy a megvalósítás alatt is partneri viszonyban segítettük egymást a nehézségek leküzdésében. Az együtt gondolkodás és az összefogás mindig sikerre visz. Szolgáljon ez az úszoda sokáig a gyerekek, a helyiek, a környékbeliek, a turisták megelégedésére, egészségünk védelmére. Köszönöm megtisztelő figyelmet. Köszönjük, polgármester úr, köszöntő beszédét. Tisztelettel felkérem F. Kovács Sándort, országgyűlési képviselőnket, hogy szóljon a jelenlévőkhöz. Tisztelt államtitkárasszony, polgármester úr, kormányhivatalvezető úr, nagy tiszteletű lelkész úr, járási hivatalvezető asszony, járási hivatalvezető úr,
főjegyzőasszony, polgármester, asszonyok, polgármester urak, kedves abátszalókiak. A csodában hinni kell, de a csoda megvalósulásért tenni is. Ha belegondolunk abba, hogy akár egy 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, vagy akár régebben Abátszalókon azt mondja valaki, hogy Abátszalókon felépül egy uszoda. Ezt csoda kategóriának tartottuk volna, hiszen kicsi a település, úgymond távol mindentől. A gyerekek, ha megtanulnak úszni a környékbeli strandokon, vagy ne adj Isten a Tiszába, akkor ez egy jó dolog. De azt gondolom, hogy a csoda megtörtént, és a csodáért nagyon sokan tettek. Nagyon sokan tettek a kormány részéről, a megyei vezetők részéről, és abátszalókiak részéről is. Hiszen abátszalóknak is tenni kellett. Meg kellett mutatni, hogy van értelme, van eredménye, ha idehoznak egy ilyen csodálatos beruházást. Mert Abátszalók különleges hely. Azok a települések, amelyek a Tisza partján vannak, különleges helyek. Hiszen az a gyermek, aki ide születik, itt nő fel, vízparton éli le az életét. És a víz veszélyes, és a víz jó barát is lehet. Minden szülő aggodalma az, hogy a kisgyerek, amikor a vízparton játszik, közel ne menjen, bele ne lépjen a vízbe, bele ne essen. És minden generációnak volt egy tragikus története arról, hogy mire képes a víz, ha óvatlan, képzetlen fiatal megy bele. És már ez a félelem néhány év múlva itt Abátszalókon és a környéken meg fog szűnni. Hiszen minden gyermek, aki az abátszalóki iskolából kilép, 8. osztályosként, mindegyik úszni tud, vízbiztos lesz, bármikor mehet hajóval vagy úszva a Tiszára. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És a másik nagyon fontos dolog az, hogy aki megtanul úszni, egy olyan képességet sajátít el, egy olyan sportágat, amit a csecsemőkortól kezdve a legidősebb korig lehet űzni. Én tudom azt saját példából, hogy milyen jó tud lenni a kisgyermekeknek, a csecsemőknek a babaúszás, hiszen mindhárom fiammal elkezdtük ezt. És azt is tudom, hogy a mai reggelen 6 órakor édesapámmal, aki 75 évet töltött, ma is a karcegi úszodába csobbantunk, és ő még kitartóbban minden nap leúszza az 1000 métert. Tehát a kor, csecsemőkortól idősebb korig nem akadály ahhoz, hogy ezt a csodálatos sportágat, ezt a csodálatos érzést, hogy az ember úszni tud és úszik, elsajátítsa. Én kívánom minden abátszalókinak, minden környékben élőnek, hogy ezt a csodát, amiért nagyon sokan, nagyon sokat tettek, használják. Használják a gyermekek azért, hogy vízbiztosak legyenek, hogy egészséges felnőttekké váljanak, és használják az idősebbek is, hogy életük könnyebb legyen, hogy sportoljanak, hogy könnyebben mozogjanak, hiszen ez az úszoda mindenkinek épült. Minden abátszalókinak, minden környékbeli diáknak és idősnek. És szeretném azt látni, akár egy fél év múlva is, ha egy hétköznap reggel idejövök, vagy egy hétköznap este, az úszoda tele legyen gyermekekkel, az úszoda tele legyen idősekkel, akik használják és élvezik ezt a csodát. Gratulálok Abátszalóknak, gratulálok a magyar kormánynak, hogy gondolt arra, hogy itt vidéken, az Alföld közepén, a Tisza partján is szükség van ilyen beruházásokra. Kívánom azt, hogy egészséggel, örömmel használja ezt az úszodát mindenki. Köszönöm szépen! Mi is megköszönjük képviselő úr kedves szavait. Elhangzott már, hogy a tanúszoda teljes egészében állami beruházás, a fenntartója pedig a nemzeti sportközpontok, vagyis az állam az üzemeltetés is magára vállalja. Tisztelettel felkérem dr. Szabó Tündét, az Emberi Erőforrás Minisztérium sportért felelős államtitkárasszonyát,
Mondjál gondolatait. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, képviselő úr, lelkész úr, tisztelt kormánybiztos úr, tisztelt főigazgató úr, vezérigazgató úr, tisztelt olimpiai bajnokunk, tisztelt vendégek, kedves gyerekek, bár most már szerintem bent vannak az uszodába, és polgármester asszonyok és polgármester urak, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai átadó ünnepségen. Mindig nagy öröm számomra, hogyha valamilyen sportlétesítményt adhatunk át, különösen akkor, hogyha erre az épületre és létesítményre már nagyon sokan, nagyon régóta vártunk. Hiszen a mai napon egy csodálatos uszodát tudunk átadni, amely majd, hogyha bemegyünk, akkor fogják látni, hogy tanuszodából és 6 pályás, 25 méteres medencéből áll, ahol már az úszni tudók képezhetik magukat tovább. Tudjuk jól, hogy az országban folyamatosan épülnek és újulnak meg a sport létesítményeink, és egy ilyen nagyszerű úszoda átadása jelentős léptéket jelent egy-egy település életében. És ez a tanúszoda, amely a Tisza virág nevet kapta, egy nagyszerű álom, ahogy polgármester úrtól is hallhattuk, megvalósulása, amely a környékbeli fiatalok számára nyit új lehetőségeket, hogy akár ők is megvalósíthassák az álmaikat. Hiszen tudjuk, ha megvannak a feltételek, és vannak szakemberek, és kellő szorgalommal párosul, akkor bizony bármit el lehet érni. És tudjuk, hogy csodálatos eredményeket ér el folyamatosan a magyar úszósport. Éppen ezért szükség van a minőségi utánpótlás nevelésre, ám még nagyobb szükség van arra, hogy a Minden Gyermek Tanuljon Meg Úszni program a lehető legtöbb és legnagyobb tartalommal sikerüljön megtölteni, és átadhassuk a tudásokat a gyermekek részére. Ennek oka egyértelmű, mégpedig az, hogy e felgyorsult digitális világunkban az úszás egyike a legegészségesebb sportágnak, hiszen a minőségi testedzés mellett egy gyermek számára fegyelmet tanít, javítja vagy még jobbá teszi a testtartást, és rendkívüli módon fejleszti a keringési rendszert. És tudjuk jól, hogy egy úszoda nem csupán egy sportcentrum, hanem attól sokkal, de sokkal több. Az egészség központja, de közösségi tér is, ahol mindazok találkozhatnak, akik számára a rendszeres testmozgás az életük szerves részét képezi. És egy egészséges társadalom alapjait úgy rakhatjuk le, hogyha elültetjük bennük a mindennapi testmozgás szeretetét a fiatalokban, a családokban, és ahogy hallhattuk, az idősebb korosztálynak egyaránt. Hiszen nem létezik jobb egészség megőrzés az aktív életnél, a sportos mindennapoknál. És mindez könnyebben valósul meg, ha ehhez megfelelő infrastruktúrális hátteret tudunk biztosítani. És mindannyiunk közös öreme, hogy itt, Abátszalókon, immár minden háttér megvan ehhez. Így örömteli, hogy a városban és a vonzás körzetében élő gyermekek számára immár adott a lehetőség, nem csak vadvízi vidéken lehet megtanulni úszni, hanem csodálatos úszodában. Nem kell sokat utazni ahhoz, hogy mozoghassanak, hogy sportolhassanak. És minden mellett olyan modern tanúszodát adhatunk ma át, amely amellett, hogy hozzájárul a fiatalok a diákok fejlődéséhez, a város köznevelési fejlesztési programjait is meg tudja valósítani. Hiszen ez az úszoda alkalmat és lehetőséget biztosít arra, hogy az iskolai keretek között szervezett úszásoktatást kiszolgálja, ám minden mellett kiszolgálja a város és vonzás körzetének lakosait is, hiszen az iskolai oktatáson túlmenően mindenki számára biztosít oktatást és tanulási lehetőséget, amellyel az egész város számára pezsgő, aktív életet tudunk nyújtani. Barátságok születnek egy úszodában, közösségek kovácsolódnak, és a sportban megszerzett és megtanult tulajdonságokkal okkal bízhatunk abban, hogy a most átadott úszoda hosszú távon hatással lesz a Abátszalók életére. Épp ezért üdvözlendő a magyar kormány azon elhatározása, hogy prioritásként fogalmazta meg a jövő nemzedékének egészséges fejlődését, nevelésének támogatását és ezzel elköteleződését amellett, hogy a köznevelésnek megfelelő infrastruktúrális hátteret tudjon biztosítani. Persze tudjuk,
hogy egy ilyen beruházás megvalósításához mindig kell a helyi vezetés és városvezetés sportszeretete is, és az igény arra, hogy a városukat szebbé, jobbá és még modernebbé tegyék. Éppen ezért én is szeretném megköszönni az önkormányzatnak és minden dolgozójának, vezetésének, polgármester úrnak, képviselőtársamnak, hogy támogatják és segítették a településnek a fejlődését, hogy minél többen, minél egészségesebben tudjanak élni és sportolni. Köszönöm az építőknek, a kivitelezőknek a munkájukat, a BMSK-nak, a Nemzeti Sportközpontoknak a támogató segítségüket, amelyel hozzájárultak ahhoz, hogy a bácsalók felépülhessen itt egy modern sport létesítménnyel. Kívánom, hogy a diákok mellett mindenki használja ezt a csodálatos és gyönyörű úszodát, amelyet hamarosan meg fogunk látni, és lelkék egészséggel teli és fejlődéssel teli az egész városban boldogsággal. Ezt a gyönyörű, szép, csodálatos létesítményt is mindenkinek gratulálok, nagyon nagy örömmel vagyunk itt, és használják egészséggel. Köszönöm szépen! Köszönjük államtitkár asszony jó kívánságait! Keresztény ember módjára kérjünk áldást az épületre, hogy sokáig szolgálja majd az itt élők testnevelését és egészségét. Az épület áldására tisztelettel felkérem Fazakas Márk, nagy tiszteletű lelkész urat. Tisztelt államtitkár asszony, tisztelt képviselő úr, kormány megbízott úr, polgármester úr, igazgató úr, tisztelt járási hivatal és település vezető hölgyek és urak, jegyző úr, kedves ünneplő közösség! Az előttem szóló ünnepi beszédükben kiemelték azt, hogy milyen sorsfordító pillanat is ez a településünknek és a város lakosainak az életében. Sorsfordító pillanathoz érkezve nem csak előre szoktunk tekinteni, hanem a múltra is, és hálát is szoktunk adni. Ezért engedjék meg, hogy a Zsoltárok könyvének a 136. részéből az első 9 verset olvassam föl önöknek. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Urak Urának, mert örökké tart szeretete. Nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart szeretete. Bölcsen alkotta meg az eget, mert örökké tart szeretete. A földet a víz fölé terítette, mert örökké tart szeretete. Megalkotta a nagy égi testeket, mert örökké tart szeretete. A napot, hogy uralkodjék nappal, mert örökké tart szeretete. A holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert örökké tart szeretete. Kívánom, hogy az Istennek a szeretete tartsa meg ezt a közösséget is, a fiataljainkat, azokat, akiknek elsősorban is épült ez az épület. Az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme, Istennek a szeretet és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Elérkeztünk az ünnepi pillanathoz, amikor is átadásra kerül az uszoda. A szalag átvágására tisztelettel felkérem Balog Gyula polgármester urat, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat és dr. Szabó Tünde államtitkár asszonyt. Végezetül elérkezett az a pillanat, hogy belülről is megszemlélhessük az uszodát. Polgármester úr, kérem vezesse körbe a vendégeket.